Na jó reggelt! Harmadik túra nap. Kiértem Nagyvázsonyból, ott a hosszú műutas szakaszt elhagytam, és már most egy nagyon picit elkezdett emelkedni, de ez még igazából jól esik, mert hogy kicsit mozgok legalább, mert olyan hideg van, hogy belém fagy még az is. Úgyhogy remélem, hogy egyébként kellemes idő várható ma, és nem fog nagyon fújni a szél, mint most itt, bár ez itt most eléggé védett hely. A lábomat egy picikét az első nap megéreztem, az a három hegy azért érezhető volt a térdembe. A tegnapi nap az egy ilyen pihenő nap volt. Most úgy érzem, hogy jó, nincsen gond. Hát remélem nem is lesz. Nem szeretnék bicegni a nap végére. Hát akkor mutatom, hogy hova megyek. Még mindig megyek föl a Kaphegyre, még mindig csak nagyon-nagyon enyhén emelkedik, de egészen elképesztő az, amit itt most átélek, mert hogy folyamatosan szarvasbőgést hallok. Igaz, hogy a távolból nem olyan nagyon közelről, viszont az előbb négy szarvas futott át előttem, valami hihetetlen volt. Az előbb meg egy fiatal suttát sikerült megijesztenem, ő előbb vett engem észre, mint én őt, úgyhogy már csak azt láttam, hogy elszalad. De van, ami fantasztikus élmény. Ez tényleg elírhatatlan, nem tudom elmondani, mennyire csodálatos. Fölértem a Kaphegyre, itt vagyok a Kinizsi kilátóban. Hát nem tudom, hogy azt kitalálta ki, hogy a Kaphegyre feljönni kemény menet. Nálam az első 10-ben sincs benne. Az utolsó 1-200 méter egy picit erősebb emelkedő, de egyébként még ez a része is bárki által könnyedén teljesíthető, úgyhogy ez ne tartson vissza senkit, nyugodtan jöjjön. De innen aztán hát kb. Egy 180 fokos panoráma van. Elég pazar.